Nem csillapodnak a kedélyek az 5. kerületben nemrég felállított Rikkany szobor körül. Az LMP azt állítja, hogy Rogán Antal megrendelésére került a Blikk feliratú újság a szobor kezébe. Az ellenzéki párt szerint az ilyen jellegű reklámokat nem közpénzből, hanem a polgármesternek saját zsebből kellene kifizetnie. Korábban Rogán Antal nem akart nyilatkozni az ügyben, de most a kerület alpolgármestere kijelentette, a szobor alkotóját semmilyen módon nem befolyásolta Rogán Antal a mű elkészítésében. Alig 2 hete áll az 5. kerületi Hild téren a Rikkany szobor, de már is az egész ország tud a létezéséről. Az alkotás azonban nem a művészeti értéke miatt kapott nagy sajtónyilvánosságot, hanem azért, mert az 1920-as éveket idéző Rikkany fiú kezében nem korabeli, hanem egy jelenkori bulvárújság látható. A kerület polgármesterét már korábban is megpróbáltuk megkérdezni, miért pont a Blikk című újságot gravírozták a szobor kezébe, de választ nem kaptunk. Ez az aroma kiállítás megnyitója, és arról nagyon szívesen beszélek, másról nem. Ez szerint arról sem, hogy a Blikk felirat miért került a szoborra? Ne haragudjon, ez egy kiállítási megnyitó, és október 6-a van, és nemzeti ünnep, nagyon kérem, hogy tartsák tiszteletben. Köszönöm. Valóban az önkérésére került a Blikk felirat a szoborra? Az LMP szerint egyértelmű, hogy Rogán Antal szava volt a döntő abban, hogy mi kerüljön a szoborra. Amennyiben polgármester úgy gondolja, hogy a Blikk című bulvárújságot kell a kerületnek finanszírozni, és ő ezt szívügyének tartja, azt javasoljuk neki, hogy a saját zsebéből finanszírozza ezt a reklámot. Nem engedhetjük meg, hogy közpénzből az a bulvárújság legyen finanszírozva ebbe a kerületben, amelyben egyébként Rogán Antal az elmúlt évben 65-ször szerepelt. Az alpolgármester azt mondja, az ilyen zsáner szobroknál az a legfontosabb, hogy a múlt és a jelen találkozzon egymással, és legyen aktuális közölni valója az alkotásnak. Puskás András hangsúlyozta, Rogán Antal nem befolyásolta a művészt, hogy mit írjon rá a szoborra. Szőke Lajos szobrászművész jóváhagyása nélkül nem lehet semmit sem ráírni ezekre a szobrokra, és ő döntötte el azt, hogy mit fog erre a szoborra rávésni, nem pedig Rogán Antal. Korábban Szőke Lajos az Indexnek azt mondta, Rogán Antal döntött úgy, hogy a korhű újság címe helyett a Blikk kerüljön a szobor kezében tartott újságra.